Önök a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok, köszöntöm nézőinket, és mutatom röviden képekben, mivel készültünk mára. Nem korlátozzák a közvilágítást, és nem zárják be az uszodát. Még várják a játékokat a gondozási központban. A legeredményesebbeket díjazták a Bátaszéki Sportgálán. Foltvarró kiállítás nyílt a Művelődési Házban. A közvilágítás korlátozásának lehetőségét, az étkezési díjak átalakulását, az új piactér létrehozását és a tanúszoda működését is napirendre tűzték a legutóbbi képviselőtestületi ülésen Bátaszéken. 28 napirendi ponton tárgyaltak a legutóbbi testületi ülésen Bátaszékváros képviselői. Többek között a stratégiai tervet is elfogadták, melyben kidolgozták, hogyan szeretnék megoldani az energiaárak emelkedéséből adódó problémákat. Közel 58 millió forint átcsoportosításáról már döntöttünk, hogy ki tudjuk fizetni az emelkedett rezsiköltségeket, illetve számba vettük azt, hogy 2023-ra vonatkozóan hogy alakulhatnak az energiaárak, mik azok a önkormányzat számára nem kötelezően finanszírozandó feladatok, és azoknak mekkora a mértéke mondjuk egy 2022-es költségvetésben. Számba vettük azokat az ingatlan vagyontárgyakat, amelyek, ha szükséges, értékesíthetők, és ezzel is tudjuk a helyzetet kezelni. Bár ebben az utóbbi kérdésben a képviselőtestületnek az volt az álláspontja, illetve a képviselőtestület többségének, hogy ne ingatlanokat értékesítsünk, hanem eszközöket, így gyakorlatilag ebbe a stratégiai terve belekerült, hogy a közös önkormányzati hivatal által használt Skoda gépjárművek kerüljenek értékesítésre, illetve az a közösségi célra vásárolt busz, amellyel gyakorlatilag a társadalmi szervezeteket szállítjuk a különböző rendezvényekre. Hát míg az ingatlanok esetében ez nagyjából egy 70-80 millió forintos bevételt jelentene, hát eszközök esetében ennek gyakorlatilag csak a töredéke, de hát ez a döntés született, és ezt tudomásul vesszük. Illetve számba vettük azt, hogy a 23-as költségvetésnél mik lennének azok a prioritások, amelyeket figyelembe kívánunk venni, azaz, hogy először a kötelezően ellátott feladatokat finanszírozzuk, természetesen a rezsiköltségeket finanszírozzuk, és ezt követően jön minden egyéb dolog, ami hát érték volt, de lehet, hogy 2023-ban forrás már nem lesz rá. A tanúszoda az egyik, ami jelentősen megemeli a költségeket. Most mégis úgy döntöttek, 2023-ban is nyitva lesz az intézmény. Míg 2022 év elején mintegy 40-42 millió forintba került a tanúszoda üzemeltetése, ez 2023-ban 75 millió forint körül alakul majd. Várhatóan, ez is természetesen az energiaárak változásából adódóan, adott esetben lehet több is, de szerencsés esetben lehet kevesebb is. Ettől függetlenül a képviselőtestület úgy döntött, hogy megkezdi 2023-ban a tanúszodának a működtetését, tehát nem lesz változás a nyitvatartásban, továbbiakban is biztosítjuk a tanúszoda feltételeket az oktatási intézményeknek, várjuk a sportolókat, várjuk a magánszemélyeket, de mivel sikerült egy olyan gázenergia szerződést kötni, ami biztosítja az önkormányzat számára, hogyha nem bírja finanszírozni az összeget, ne kelljen a teljes lekötött gázenergiát kifizetni a szolgáltatónak. Így lehetőség van adott esetben nyitvatartási idő változtatására, vagy ha végképp nem tudjuk finanszírozni esetleg a működtetésnek a szüneteltetésére is. De egyelőre úgy döntöttünk, hogy működjön 2023-ban a tanúszoda. Azt is eldöntötték a képviselők, hogy a jövő évben nem váltanak piaci ára, hanem az úgynevezett menedékes árkategóriában maradnak. Ez talán az önkormányzatunk számára kedvezőbb, bár így is azt kell elmondani, hogy riasztóan magas számadatokkal szembesültünk. Nagyjából 170-190 millió forintra tehető majd a gáz- és villamosenergia költség 2023-ban, a 2022-es évelei 40-45 millióval szemben, tehát komoly feladatunk lesz ezt a helyzetet megoldani. Döntöttünk arról is, hogy megvalósítjuk a város központját érintő piacfelújítási beruházásunkat. Ez is egy nagy fejtörést okozott, hiszen a kezdeti 20 millióval szemben a mai, illetve tegnapi testületi döntés alapján 52 millió forintot kell a városnak biztosítani ahhoz, hogy ez a beruházás be tudjon fejeződni.
de úgy ítélte meg a képviselőtestület, hogy városépítészeti és szempontból fontos, hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni. Ugye itt egy piaci épületet építenénk, teljesen megújulna gyakorlatilag a piactér szerepet ellátó városközpontnak a térburkolata, parkolókat alakítanánk ki, mobil piaci eszközöket vásárolnánk. Egyelőre a fedezetet biztosítjuk a 2023-as költségvetésben. Meglátjuk, hogy ezt sikerül-e saját forrásból, vagy külső forrásból kell a finanszírozást megoldani, de beruházás néhány napon belül el fog indulni ezen a területen. Az étkezési térítési díjak tekintetében is változásról döntöttek a képviselők. Ugye lefolytattunk mi egy beszerzési eljárást, ebből kiderült, hogy nagyjából volt olyan termék, ahol 40-50, sőt volt olyan termék, ahol 100%-os áremelkedés következett be. Ehhez kell igazítani az étkezési térítési díjakat. Ez sajnos azt jelentette, hogy van olyan étkezési kategória, ahol 30-35%-kal fog nőni a térítési díjnak a mértéke. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ha ezt szerencsének lehet nevezni, hogy sokan tudnak 100 vagy 50%-os állami támogatásba részesülni. Viszont az önkormányzat arra is gondolt, hogy akik semmilyen támogatásban nem részesülnek, jövedelem határtól függően egy 25%-os kedvezményt tudnak az önkormányzattól igénybe venni, hogy a megnövekedett költségeket ki tudják adott esetben fizetni, és a gyermeküknek étkezést tudjanak az intézményen belül biztosítani. A kormány döntése alapján az önkormányzatoknak lehetősége van a közvilágítás helyi szabályozására. Ez is napirendre került a legutóbbi ülésen. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy egyrészt műszaki szempontból milyen lehetőségekkel lehetne a közvilágítás időtartamát szabályozni, és ezek milyen költségmegtakarítást eredményezhetnek, illetve azt is megvizsgáltuk, hogy egy ilyen szabályozásnak milyen hatása lehet a közbiztonságra, a közlekedés biztonságra, egyáltalán a város lakóinak közérzetére. A számítások alapján azt tapasztaltuk, és az igazolódott be, hogy ha korlátozó vagy csökkentő intézkedéseket hoznánk, az azért jelentős energiaköltség megtakarítást eredményezhetne. Ugye egy terben volt, hogy esetleg minden második lámpatestet lekapcsolunk, vagy bizonyos időtartamra kapcsoljuk le a közvilágítást, vagy gyakorlatilag a fényerő mennyiséget csökkentjük. Mindegyik komoly aggályokat vetett föl, közlekedés biztonsági, közbiztonsági és települési közérzettel kapcsolatban, ezért teljesen egyértelműen és egyhangúan valamennyi bizottság, illetve a képviselőtestület azt a döntést támogatta, hogy ne legyen közvilágítás tekintetében korlátozás, tehát továbbiakban is a régi rendnek megfelelően teljes időtartamban, amikor a közvilágítási lámpatestek bekapcsolnak és amíg lekapcsolnak, reményeink szerint minden oszlopon világítani fognak a lámpatestek. Nagyon-nagyon sok bizonytalansági tényező van. Megpróbáljuk az optimizmusunkat fenntartani a tekintetben, hiszen minket azért választottak is az a feladatunk, hogy akár ilyen pénz- és gazdasági körülmények között, de meg kell oldjuk a helyzetet annak érdekében, hogy a város önkormányzatát és intézményeit megfelelő módon tudjuk működtetni 2023-ban is. Még várja az adományokat a Bátaszéki Gondozási Központ. Az idén 180 családnak tudnak tartós élelmiszerekből álló csomagot kiosztani az ünnepek előtt, és több mint 120 gyermeknek szeretnék szebbé tenni a karácsonyát, de ehhez még szükségük van egy kis segítségre. December 9-ig várják a felajánlásokat. Sok, de még nem elég, így gyűjtik azokat a játékadományokat, amiket karácsonyi ajándéknak szánnak a rászoruló gyerekeknek Bátaszéken. Tavaly ez a terem szinte dugig volt a felajánlásokkal. 124 gyermeket tudunk idén megajándékozni. Két részre szoktuk általában osztani a csomagokat. A legrászorultabbakat általában meghívjuk egy ilyen karácsonyi ünnepségre, és ott adjuk át nekik, és a másik része a rászorult gyermekeknek, akiknek mondjuk a szülei dolgoznak, nem tudnak eljönni, vagy egyszerűen nem szeretnének részt venni, ők pedig itt a gondozási központban vehetik majd át. Természetesen erről mindenki értesítést fog kapni időben, hogy kik azok, akiknek készültünk egy kis csomaggal. A csomagok játékokat,
illetve édességet tartalmaznak, és hát még mindig várjuk a felajánlásokat, fejlesztő játékok, színezők, akármilyen eszközök, illetve édességek formájában. A gondozási központ a 0 és 14 éves kor közötti gyerekeket ajándékozza meg ilyenkor. Most leginkább az óvodás és kisiskolás korosztálynak lenne szüksége még adományra. Még mindig gyűjtjük az élelmiszert is, a játékokat is, lehet plüssállatot is behozni. Az a lényeg, hogy olyanokat hozzunk be, ami tiszta, és akár a saját gyermekünknek is adnánk, ami még mondjuk használható is. De nem csak a gyerekekre, a családokra is gondol ilyenkor minden évben az intézmény. 15 ezer forint értékű nagyjából egy csomag, mint mondtam, hogy a 180 családnak. Előzetesen mindig beszoktuk kérni az intézményektől, orvosoktól, gyermekorvostól azokat a listákat, amiken szerepelnek mondjuk a rászoruló családoknak a nevei, hogy mindig frissíteni tudjuk, és megtaláljuk azokat a személyeket, családokat, akik valóban rászorulnak. Úgyhogy ez most sem volt másként. Tavaly évben 160 csomagot tudtunk osztani, idén pedig 180-at. Nyilván ez azért van, mert ez a jelenlegi válság ugye azokat a családokat is érinti már, akik mondjuk korábban a középosztályhoz tartoztak, úgyhogy egyre szélesebb körben igyekszünk segíteni mindenkinek. Egyre nehezebb minden évben ez a csomag, a tésztától a rizsig, krumplihagyma, konzervek, étolaj, zsír, tehát mindenféle, ami tartós élelmiszer. Az önkormányzatnak van egy adományszámlája, és oda a helyi vállalkozók, cégek, magánszemélyek tudtak utalni, és ebből az összegből sikerül ennek a 180 családnak tartós élelmiszercsomagot összeraknunk, ami egy egységes csomagot jelent, és nyilván voltak azok olyanok, akik ugye velünk kapcsolatban álltak, tehát tudtuk, hogy rászorulók, és voltak olyanok is, akik például idén teljesen újak. Tehát egy ilyen közös összefogással sikerült ezt a 180 családot, egyént összerakni, de azért az a titkot nem árulok el, hogy nem fedi le a teljes rászorultaknak a listáját itt Bátaszéken. Tehát idén 2.700.000 forint gyűlt össze azon a bizonyos számlán. Aki szeretett volna, de elmulasztott adakozni, még megteheti személyesen a Bátaszéki Gondozási Központban. A Bátaszék esélyben működő sportegyesületek képviselői találkoztak az évad záró ünnepi alkalmon, ahol a legjobbak vehették át kiemelkedő teljesítményeikért elismeréseiket. Annak ellenére, hogy a körülmények nem könnyítik meg a szakosztályvezetők dolgát, minden területen kiemelkedően teljesítettek a versenyzők, legyen ez labdarúgó megyei bajnokság, vagy a karatékák nemzetközi sikerei. Negyedik alkalommal szervezett a BSS sportolói és vezetői részvételével évadzáró gálát, melyben egyrészt értékelték az elvégzett munkát, másrészt átadták az elismeréseket azoknak a versenyzőknek, akik öregbítették teljesítményükkel a bátaszéki sport jó hírnevét. De mi sportolók, hogy ezt tavaly is elmondtam, próbálunk a japános vízszerű tudattal élni, mi azt jelenti, hogy ha valami akadály gördül elénk, akkor próbáljuk azt okosan magunk stratégiáival és lelkületével kikerülni, és pozitívan tekinteni a jövőben. Ambivalens érzéseim vannak, amikor az évet össze kell foglalni. Azt gondolom, hogy eredmények tekintetében ismét elkényeztettek bennünket a sportolóink. Hogy itt végighaladok a szakosztályokon, azt látom, hogy van most tényleg egy nagyon jó labdarúgó csapatunk, egy nagyon jó edzővel, aki nagyon jó összefogja a felnőtt csapatot, és alatta az utánpótlás edzők is minőségű és kiváló munkát végeznek. Ugyanez elmondható egyébként a kosárlabda szakosztályról, az utánpótlás fiatalok, ugye a KSC színeit erősítik, a felnőttek pedig összejönnek kvázi öreg fiúk és felnőttek kosárlabda sportjára, tehát ott is van, úgy gondolom, hogy egy csapategység és egy átmenet. Az úszó sportolóink országos diákolimpiára jutottak, ahol
tisztességesen helytálltak, tehát azért én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsinke városban, mint Bátaszék, egy megyein túljutni, és azon felül még egy országos diákolimpiát jól abszolválni, szerintem az már erőn felüli. És hát a karatésok, elnézést, hogy őket hagytam, de egy kicsit a szívem csücske, mert abban még több az érintettségem, de kivételesen jó évet zártak. Ugye itt már többször beszéltünk korábban arról, hogy milyen nemzetközi sikereket, magyar sikereket, Európa-bajnoki szereplést tudhatunk magunk mögött. Tehát én azt mondom, hogy majdnem mindenhol, ahol a karatésok, a bátaszéki karatésok megjelentek, ott a legjobbat produkálták. Gazdasági értelemben azonban jelentős nehézségeket kellett leküzdenie az egyesületnek. És azt kell mondanom, hogy az erőforrásaink és a tartalékaink sajnos a végét járják, és hát nyilván mi abból tudunk gazdálkodni, amit a szülők, a támogatók és a város összead, és hát ezt a határt ezt nem lehet azért a végtelenségig feszegetni. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy ezt az évet ezt tisztességesen végigcsináltuk, és mind eredmények, mind gazdasági értelembe véve le tudjuk zárni, viszont egy picit kilátástalanabbnak érzem e tekintetben a jövőt, mert eddig minden évet úgy tudtunk zárni, hogy láttuk a következő 2-3-4 hónap történéseinek háttérfinanszírozását. Most e tekintetben egy picit bizonytalanabbnak látjuk a jövőt. Abba bízom, hogy azért a kollégáinkkal, a szakvezetőkkel tudunk majd olyan megoldási stratégiákat alkotni, kitalálni, amivel ezen a nehezebb időszakon is túllendülünk. A labdarúgók egy átalakított elnökséggel, új edzővel vágtak neki az idei évadnak, és terveik egyenlőre valóra válnak, hiszen versenyben vannak a bajnoki címért. A tavaszi szezonra azért is nézünk reménykedve, mert azokat a pici kis hibákat, amiket most már ugye ismerjük a csapatokat, és szerintem azokat a pici kis hibákat, amit elvétettünk, azokat megpróbáljuk majd kijavítani. Hát most azt nézem az utánpótlásnál, hogy a nagy csapatnál ugye azért kellett nekünk a nagy csapat és az ifi csapatnak a mérkőzéseit külön napra tenni, hogy az ifi játékosaink tudjanak játszani a nagy csapatba, tehát nem azért, mert hogy a nagyok játszanak vissza, ezért én azt mondom, hogy ez így tökéletes volt, 4-5 olyan játékos mutatkozott be, akik 2004-es és 2005-ös születésűek, tehát én azt mondom, hogy 16 évesen, 17 évesen a megye egybe, aki focizik, az szerintem egy jó karrier előtt áll, úgyhogy ebből a szempontból én azt mondom, hogy szerintem nagyon jók vagyunk. A mai sportoló gyerekek már más igénnyel élnek az egyesületek irányába, mint annak idején a mai kiöregedett sportolók korában. A mostaniak műfűhöz, melegöltözőhöz és jó minőségű versenyfelszereléshez szoktak, amit ha nem tud biztosítani az egyesülete, akkor nehéz dolga lesz, ha meg akarja tartani a versenyzőjét, mondta Nagy Ákos. Most itt az 5 éves mandátumunknak a végén azt mondom, hogy szerintem ez a bátaszéki sportéletnek egy sikeres korszaka lesz. Azt, hogy a pénzügyek hogy fognak alakulni a következő évtől, hát lehet, hogy az 5-ös lottószámokat előbb megmondanám, és jobban, nem tudom, de tény is való, hogy ennek a városnak tehát a vezetésnek is, a politikának is mindennek látnia kell azt, hogy előre mozdultunk el. Rengeteg a gyerek, nézzük a karatét, az úszást, a futballt, a kosárlabdát, minden bárhol, bármit nézünk, rengeteg gyerek jött. Tehát megdupláztuk szó szerint az elmúlt 5 évben a létszámunkat, és ezt valahogy szerintem alá kell támasztani. Tudom, mindenkinek fáj, amikor mindenki ugye a saját maga kis dolgát szeretné, van nagyon sok egyesületünk a városban, de én úgy érzem, hogy most egy olyan adó van a kezünkben, amit szerintem, hogyha most mellé áll a város ennek a következő évben is, akkor ezt jól fogjuk használni. A labdarúgók az idei fejlesztések mellé új projekt lebonyolításába kezdenek a következő évben. 2 évvel ezelőtt építettünk egy 100 milliós projektből egy műfüves pályát, most egy újabb projekt előtt állunk. Az 1950-es években megépült pályánkat, az füves pályát, nyertünk egy pályát, tehát a teljes egészében meg tudjuk újítani, világítással, öntözőberendezéssel, teljes gyepcserével, mindennel a környezete is megújul, és ez most egy egész embert fog kívánni. Ezért az új szakosztály mindenképpen most a tavasszal erre a projektre fog törekedni, mert ezt júniusig be kell fejezzük, és most ezt beszéltük meg, hogy ezt megerősítjük, és nekiállunk, és ezt megpróbáljuk megcsinálni, hogy egy jó csapatunk mellé legyen egy jó pályánk is.
A sportolók teljesítményével, ahogy idén várhatóan jövőre sem lesz baj. Hogy ezt milyen körülmények között kell produkálni, az idő megmondja. Bátaszék számára eddig is és ezután is fontos lesz az 1912 óta működő egyesület, és a sport legyen a szabadidős vagy versenyszféra. Életfoltok, folt életek. Ezt a címet adta Szijjártó Istvánné az alkotásaival készített kiállításnak Bátaszéken. A foltvarrással foglalkozó asszony munkái között vidám, komoly, vallási és hagyományos munkákat is talál az, aki december 16-ig ellátogat a művelődési házba. A foltvarás nem csak hobbi. Számomra az életem lenyomata. Megjelenik benne minden jó és a küzdelmek sorozata. Életfoltok, folt életek címmel nyílt kiállítás Bátaszéken, a Petőfi Sándor művelődési házban. Az alkotások Szijjártó Istvánné nevéhez kötődnek, aki 2000-ben szeretett bele ebbe a művészeti ágba. Láttam egy kiállítást még a régi úttörőházban, és annyira csodáltam az akkor kiállított alkotásokat, hogy úgy éreztem, ezt én is szeretném csinálni. Mindig is volt indítatásom ahhoz, hogy kézimunkázzak, kötöttem, horgoltam, himeztem. Ebből következik az, hogy szerettem volna mindig valamivel kifejezni azt, amit érzek az alkotásaimba. És amikor a foltvarrás alapjait megtanultam, mert egy alaptanfolyam nélkül nem ér az egész semmit. Tehát az alaptanfolyamon az egész alkotásnak a csinyát, binyát meg lehet tanulni. És amikor úgy elkezdtem a szárnyaimat próbálgatni, most már több önálló kiállítást összehoztam, főleg könyvtárakba, Nagy Dorog, Bikács, a kórháznak az I épülete, és sok-sok közös kiállítás a Szekszárd környéki foltvaró egyesülettel. Kezdő foltvaró koromban még 2000 körül, akkor még gyakorlásképpen mindenképp a hasonmás kiadványokkal gondolkodtunk, tehát mindenki háromszögekből, négyszögekből építkezett. Ez jellemző az egész világon, hogy a foltvarók a foltvarást vagy patchworköt azonos módon művelik, és vannak gyűjtemények, mintagyűjtemények, amik nem is olyan egyszerűek. Vannak egyszerű dolgok, meg vannak nagyon nem egyszerűek. És amikor a baráti házaspár azt kérdezi tőle, hogy ezt a falvédőt te is meg tudnád varni? Ó, hát akkor lelkesen azt mondja az ember, meg hát. És utána szembesül azzal, hogy bizony ez egy fél évi kitartó munka, rátétes, szabás, mindenféle egyéb rajzolásnak a kritériuma, és akkor egy hasonmás kiadványt tudunk elképzelni. Szijjártó Istvánné szinte minden lehetőséget megragad, hogy bemutassa munkáit, több országos pályázaton is indult már. Az idén például pályázni lehetett a kereszténység kialakulása, Veszprém Gizella királyné. Az én Karél Lilla nevű unokám Balatonendréden a felső tagozatba csipkét ver. Ezt tananyagszerűen csinálják, mert ökoiskola. És a negyedik munkáját nekem ajándékozta, az egy kereszt. És én e kereszt közé olyan koncepciót képzeltem el, hogy ahogy az égre néz az ember egy ólomüveg technikás ablakon keresztül, és akkor megvalósítottam. A másik évben olyat írtak ki, hogy játékosság. Hát én arra gondoltam, hogy a forgók, azok pontosan játékok is, játékosság is, és a végén a háromdimenziós megvalósítás egészen jól sikerült. A hajtogatott technika is elvarázsol. A különböző sablonok is nagyon tetszenek. És a bátaszéki molyhos tölgyet is megcsináltam egy transfer technikával, viszont az egy kicsit kezd kifakulni. És akkor arra gondoltam, hogy mi az, ami új lehet még ebbe. Hát kitaláltam, hogy amit megvarrok, azt megfestem akrillal, mert egy idő után egy 7 éve elkezdtem rajzolni, festeni, és tagja lehettem, lehetek a Bárka Művészeti Szalonnak.
Elmondta, sok olyan munkája van, amin több mint 500 órát dolgozott összesen, és hogy hogyan fér ez bele a mindennapi életbe. Össze lehet egyeztetni, egy kicsit kell álmodozni, aztán felébredni, és minden nap csinálni valamit, amitől a lélek szeret bennem lakni. Egyszerűen olyan társaságokba kell járni, hogy az ember feltöltődjön velük, és adjon nekik valamit. Természetesen a foltvarrásnál tanítani is szeretek, mert arról beszélni, hogy milyen csodálatos dolog ez, hát arról a legkönnyebb. Ettől válik teljessé az életem. Úgyhogy ennyit, mindent. A kiállítást december 16-áig tekinthetik meg az érdeklődők a bátaszéki művelődési házban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!